Én is egy sugár vagyok címmel tartottak verses zenés irodalmi összeállítást a Mécs Virág együttes előadásában szerdán délután az Óbecsei Népkönyvtárban, a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, valamint a nagy magyar költő Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából. Az Óbecsei Népkönyvtárnak az indító ünnepsége ugye a Magyar Kultúra Napja, és mivel az idén jubileumban Petőfi Sándor a magyar, egyik legnagyobb magyar költőnknek, írónknak a születésének 200. évfordulója, ezért így gondoltuk, hogy ezt a méltó ünnepséget ennek kapcsán fogjuk majd bemutatni. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen gyönyörű ünnepség annak kapcsán, hogy megünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, nagyon fontos számunkra, mert azt gondolom, hogy ápolnunk kell azt, amit elődeink hagyatékaként kaptunk, a mi feladatunk pedig az, hogy ezt ápoljuk, továbbadjuk az utókornak, gyermekeinknek, hogy aztán tovább ők is tudják majd az ő gyermekeinek továbbítani. Az ünnepi műsort a magyar himnusszal nyitotta meg a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör kis cimbora énekegyüttese, a nagyszámú közönséget pedig Szerda Balázs történész, a Községi Tanács kultúráért és civil szervezetekért felelős tagja köszöntötte. A Mécs Virág együttes verses, zenés, irodalmi összeállítással kedveskedett a jelenlevőknek. Petőfi él. Nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt jelent meg ez a pici piros kötet, akkor én 6. voltam, és ez ott volt a táskámban, és én észrevétlenül tanultam meg a 40 pár Petőfi verset, és hát abban volt Revicki Gyulának egy verse, Petőfi él, de nem mint hiszitek, nem mint fáradt vagy bágyat tekintető öreg. És a lényege az a pár sor a végén, hogy tulajdonképpen birodalmak fognak pusztulni, évszázadok fognak elmúlni, de Petőfi megmarad. Nagyon fontos ugye számunkra az, hogy hol a helyünk, tehát a szülőföldnek a szeretete, akkor a szerelem, a szabadság szerelem. Tehát tulajdonképpen erre fűztük föl ezt a műsort, és hogy hol a helyünk, tehát hogy mi végre születik az ember. Műsorunknak a címe, én is egy sugár vagyok, és ez nagyon fontos motto, ugyanis mindannyian látszólag egy-egy porszemek vagyunk a világ mindenségben, de ebből a sok-sok kicsi sugárból, fénysugárból áll össze a világ mindenség, és nagyon fontos részei vagyunk. Az Óbecsei Népkönyvtárban az irodalmi összeállításon kívül kiállítás is nyílt Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából, amit január végéig tekinthetnek meg az érteklődők. Petőfi Sándor születésének ugye az évfordulója kapcsán ezt a tárlatot, illetve kiállítást szerveztük mi. Szülővárosa Kiskörös van rajta bemutatva, nem csak a város, valójában a szülőfalu, a ház, ahol született, a beltér, a háznak a beltére, az udvar, az emlékművek, a barátai, ez mind helyszínen készültek ezek a képek, valamint az anyakönyvvezetői füzet, könyv, az van még rajta feltüntetve, amiben láthassuk azt, hogy igenis 1823-ban anyakönyveztették Petőfi Sándornak a nevét, mint Petrovics Alexander néven.